Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jala Jászmin Grace vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Tanszereosztás Tamásiban a református szeretetszolgálat adományozott a gyerekeknek. Jól haladnak a munkálatok, folyamatosan dolgoznak a szakemberek Szekszárd belvárosában. Duális képzés, számos előnye van az oktatási formának. Tápot loptak a lopott disznónak, negyed tonna takarmánnyal bukott le a páros. Ötven gyerek kapott most tanszereket Tamásiban a református szeretetszolgálat jóvoltából. A hátrányos helyzetű gyerekek így már teljes felszereléssel kezdhetik meg a tanévet. A településen működő szociális központ kiemelt figyelmet fordít a segítségnyújtásra azoknál a családoknál, akik nem tudják megoldani az iskolakezdést idén. A Tamási és környéke szociális központ nem csak a településen, hanem a környező falvakban élőkkel is kapcsolatot tart, ezért a mostani 50 kisgyerek mellett még 22-en kaptak adományt ebben a hónapban, a központ által megkeresett irodaszergyártók jóvoltából. Ja, a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével jöhetett ez a rendezvényünk most így létre. Én azt gondolom, hogy gyönyörű adományban lehet része a gyermekeknek, illetve családjaiknak. Itt az iskolatáskáktól kezdve a ceruzáig gyakorlatilag szinte mindent magában foglal ez az adomány. Az átadó egy hangulatos vendégség keretein belül történt, ahol harapnivalókkal és üdítőkkel várták a fiatalokat. Igen, nagyon vártuk a gyermekeket és a szüleiket, és hogy ne egy hagyományos adományosztás legyen ez a mai nap, ezért a kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy megvendégeljük a gyermekeket, és egy kis pogácsával, édes süteménnyel és szörppel vártuk őket, így a várakozás is könnyebben telt, amíg mindenki átvehette a névre szóló tanszercsomagjaikat. A két szervezet már harmadik éve dolgozik együtt, akár élelmiszeradományok kiosztásánál, akár a hátrányos helyzetű családok segítésével. Az iskolaév kezdete különösen megterhelő anyagilag a családoknak. Ezen próbálnak enyhíteni a szervezetek munkatársai az adományosztással. Az egész évben segítő intézmény több mint 1000 rászorulót tart nyilván csak a településen és környékén. A következő napokban várható hőség miatt péntek reggel életbe lépett a vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára elmondta, az extrém meleg miatt idén már a harmadik alkalommal kellett elrendelnie nyáron a vörös kódot a szociális ellátórendszerben. Ilyen korábban nem volt, jegyezte meg. Elmondta, a különleges időjárási viszonyok miatt péntek reggel 8 órától hétfő este 8 óráig elrendelte a vörös kód kiadását, ami speciális eljárásrendet jelent. Minden szociális intézménynek meg kell nyitni a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került emberről kap információt. Hangsúlyozta, az idei két intézkedés alatt a regionális diszpécser szolgálatokhoz csak nem 100 jelzés érkezett. Ez is mutatja, hogy valóban szükséges ilyenkor a különleges odafigyelés, fűzte hozzá. Magyarország indítványozza, hogy az Európai Unió hosszabbítsa meg az ukrán gabona termékek behozatalának szeptember 15-én lejáró tilalmát, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón jelezte, ha elutasító választ kapnak, újra ugyanazokat a nemzeti intézkedéseket vezetik be, amelyeket az uniós tilalom előtt alkalmazott Magyarország, Bulgária, Lengyelország, Románia és Szlovákia. A miniszter reményét fejezte ki, hogy sikerül európai szintű megoldást találni, mert az nem európai szolidaritás, hogy kizárólag az Ukrajnával határos országok mezőgazdaságát teszik tönkre. Amennyiben megszűnne a jelenlegi tilalom, az azt jelenteni, hogy újra ezzel a havi 250 ezer éves szinten pedig 3 millió tonna gabonával kellene számolni a környező országokban. Minőségileg is rosszabb gabona, és szétveri teljesen a magyar piacot, lehetetlen helyzetbe hozza a magyar mezőgazdaság egészét. Öt
1000 négyzetméterrel megnő a zöld felületek területe a szekszárdi belvárosban a Zöldváros projektnek köszönhetően. A fejlesztés munkálatai jól haladnak, a szakemberek nyáron is folyamatosan dolgoznak. A tervek szerint hamarosan megnyitják a bíróság mögötti most még lezárt részt, és a központban található buszmegállót is arrébb helyezték, hogy folytatódjon a kivitelezés. Ideglenes kerítés a Liszt Ferenc téri buszmegálló körül. A várot néhány méterrel arrébb rakják, hogy a munka folytatódhasson. De nem csak itt dolgoznak hétvégén is a szakemberek. A Zöldváros projekt részeként az egész belváros megújul hamarosan. Az eredmények már kezdenek látszani. Van olyan most még lezárt terület, amit jövő hét vége felé ismét használatba vehetnek a helyiek. Jövő héten az Osona áruháznak a déli részén is elkészül a térkőburkolat, oda át fogjuk terelni a forgalmat, egy kényelmesebb, komfortosabb megközelítést téve ezzel. Igazából a többi helyeken mindig vannak apró módosítások, hogy az üzletek maradéktalanul tudjanak működni. Igyekszünk mindenkivel tartani a kapcsolatot, és megfelelően biztosítani a megközelítést az üzleteknek. A munkálatok jelentős része a szüreti napokra befejeződik. A szakemberek mintegy 20 000 négyzetméternyi burkolatot törtek fel, de csak 15 000-et fednek be újra, vagyis fél hektárral nő a zöld felület területe. Ezek mellett közel 140 fát, 9050 cserjét, 4850 évelőnövényt és 500 örökzöld csemetét ültetnek el a munka utolsó fázisában. A városban sétáló kényelmét pedig 184 pad és utcai bútor, valamint 88 kerékpár tároló és 130 kuka szolgálja. A kivitelezés során nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy a munkások megfelelő védelmet kapjanak a hőséggel szemben. Kérnénk szépen a lakosságnak a türelmét abban a kérdésben, azon a területen, hogy gyakorlatilag a nagy felületeknek a burkolása megtörtént, most már a sarkoknak, a kisebb részeknek a kiegyenlítése, bevágása történik. Természetesen az forral fog járni, de a vállalkozó nagyon oda fog figyelni, hogy a környékünkön látó vendéglátóegységek és a lakosság, a lakóházak minél kevesebbet szenvedjenek. A Zöldváros program várhatóan őszre fejeződik be Szekszárdon. A duális képzés során a diákok elméleti oktatását az iskolák, a gyakorlatit pedig a cégek végzik. A tanulók már fizetést is kapnak, ugyanis a vállalkozó szakképzési munkaszerződést köt velük. Ennek köszönhetően a képzés végére nem csak stabil tapasztalattal rendelkeznek az adott munkához, de anyagi háttérrel is. A duális oktatás rengeteg előnnyel jár a szakképzésben tanulók számára. A képzés alatt elegendő idő áll rendelkezésükre a gyakorlati tudás megszerzésére, amit az elméleti tudás számon kérésében is kamatoztatni tudnak. Ezáltal lehetőségük nyílik a kéz- és lábápoló technikus szakma mélyebben beható megismerésére. A szépészeti ágazat képzése érettségivel és technikus szintű szakmai irányú szakképzettség megszerzésével zárul. Ami az előnye ennek a képzésnek, hogy hosszú időtartam, ugye 2 iskolai év, sok lehetőséget ad arra, hogy jó szakemberként kerüljenek ki a szakmából, rengeteget tudnak gyakorolni, elég sok tantárgyat tanulnak az anatómiától, a vállalkozástantól elkezdve, ami úgymond felkészíti őket a vállalkozásra, mert ugye az a cél, hogy szakembereket neveljünk ebben a szakmában. Az adott szakterületen a legjobb oktatóktól tanulhatja jövendőbeli foglalkozása alapjait vállalati környezetben. Itt van 2 iskolaévük, hogy felkészüljenek erre, és hogyha tényleg ebben a szakmában szeretnének tevékenykedni, akkor rögtön el tudnak ebben helyezkedni. A duális képzés ugyanakkor kifizetődő a vállalat számára is, mert a diákok bevonásával képes lesz kompetens és már tapasztalt szakembert alkalmazni a későbbiekben. Másfél éve vagyok ebbe a képzésbe. Érettségi után úgy gondoltam, hogy szeretnék még egy szakmát tanulni, amiben a kreativitásomat is kiélhetem, és ezáltal segítek az embereknek is egy kicsit, hogy bejönnek és egy szép körmet teszek nekik fel, szépet csinálok, és boldogan mennek el, mert nagyon sok az olyan vendég, aki rágott körömmel érkezik esetleg, vagy szégyeli a kezét, mert csúnya, és
teszünk egy szép körmet rá, és boldogan megy el, és végre nem az van, hogy szégyelli, hogy majd meglássa valaki a csúnya körmét, szóval ez nekem egy ilyen jó, hogy tudok segíteni ezáltal az embereknek. A középiskolákból a munkaerőpiacra kikerült álláskeresők legtöbben azzal a problémával szembesülnek, hogy a vállalatok fiatal, ugyanakkor szakmai tapasztalattal már rendelkező munkavállalókat keresnek. Az általános idő alatt megszerzett gyakorlat kevés, még a duális képzésben már biztosította 2-3 éves ismeret, amellyel nagyobb az elhelyezkedés esélye is. Az idén már meghaladta a 100 000-et az illegális migránsokkal szembeni rendőri intézkedések száma, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti főosztályának vezetője. Balázs László közölte, ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban a migránsokkal szemben végrehajtott intézkedések 28%-a Magyarországon történt. Ugyanebben az időszakban 747 embercsempész ellen indítottak büntető eljárást, tette hozzá. Mint elmondta, a migránsok egyre agresszívebbek a határőrizetet biztosító rendőrökkel szemben. Az idén immár 7 rendőr sérült meg a támadások nyomán, és az illegális bevándorlók 113 járműben is kárt tettek. Továbbá rendszeresen megrongálják a határkerítést, aminek a javítása idén már 260 millió forintba került, sorolta, amíg a migránsok jellemzően afgán, marokkói, pakisztáni, szír és török állampolgárok, addig az őket segítő embercsempészek többnyire azeriek, grúzok, moldávok, románok és szírek, fűzte hozzá. Lopott disznót próbált meg lopott tápon felnevelni egy nő és egy férfi. Akkor buktak le, amikor a kocsijukban 250 takarmányt találtak a rendőrök. Amikor kimentek a házukhoz, kiderült, hogy egy malac is van ott, ami szintén jogtalanul került hozzájuk. Rendőrségi jelölő plaketta a lefoglalt tápos zsákokon. Összesen 250 kg-ot, vagyis 250 tonnát lopott el a páros egy Tamásiban található disznótartó telephelyről. Egy közúti ellenőrzés során buktak le. Még a hónap elején Páriban igazoltatott a helyi körzeti megbízott egy személyautót. Az autó utas, illetve csomagterében 5 zsák egyenként 50 kilós tápot talált. Erről az autóba utazók nem kívántak nyilatkozni. A kollégánk kiváló hely is személyismeretének köszönhetően hamar kiderült, hogy ezeket a tápokat a Tamási Leokádi pusztai állattartó telepről hozták el a személyek. Ezt követően mindkettőjükhöz kimentek az egyenruhások, egyikőjük házánál viszont újabb meglepetés érte őket. Egy disznót találtak ott, amit szintén az állattartó telepről loptak el. A Tamási kollégák házkutatást tartottak a gyanúsítható személyek ingatlanaiban. Egyiküknél egy hízott sertést is találtak, amiről egyértelműen megállapították, hogy malac korában az is a telephez tartozott, és a tulajdonos tudta is engedélye nélkül hozták onnan el. Az ügyben végül 3 embert hallgattak ki gyanúsítottként, nekik hamarosan lopás miatt kell felelniük. Regionális híreink következnek. Adománya Kozár Mistanyi Rotary Klubtól 1 millió sürgősségi táska a Pécsi Gyermekklinikának. Táborozás, 500 ukrajnai gyermek kapcsolódhat ki a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Iskolaőr toborzás Baranyában, új csatlakozókat vár a rendőrség. A gyors és hatékony beavatkozást biztosítja az a sürgősségi táska, amit csütörtökön vehettek át a Pécsi Gyermekklinikán. Az 1 milliós adomány a Kozár Mistanyi Rotary Klubtól érkezett. A tárolóban a különböző testmérethez használható életmentő eszközök találhatók, így a csecsemőktől a felnőttekig mindenkinél használható a sürgősségi táska baj esetén. Ezt a sürgősségi táskát kapta Pécsi Gyermekklinika adományként. Olyan eszközöket tartalmaz, amikkel életeket lehet megmenteni a csecsemőktől a felnőttekig. Nem csak gyerekek tudnak rosszul lenni a gyerekklinika területén és azon annak környezetében, hanem hozzátartozók, szülők, nagyszülők is. Erre is volt már példa. A táskában különböző méretűek a beavatkozáshoz szükséges eszközök, hogy mindenkinél használni tudják. Akut esetben, ha egy gyermek rosszul van, legyen az egy icipici baba, vagy akár egy 120 kilós, 18 éves meglett fiatalember, akkor egy egész méretsornyi akutellátáshoz szükséges eszközt tud tartalmazni, megfelelően rendszerezve, amikor gyorsan el tudjuk érni, pontosan tudjuk, hol keressük, és ezt mindenki tudja, mert nagyon szépen van ábrázolva. A klinika igazgatója azt mondja, régi vágyuk volt, hogy egy ilyen tárolótáskát a tartozékaival együtt beszerezzenek. Ezt most segítséggel meg tudták tenni. A Kozár Mistanyi Rotary Klub segítségével magát
a tároló és hordozó eszközt is, és az első felszereléshez szükséges egy szerhasználatos állományt, légúti tubusokat, vénabiztosítási eszközt, ambubalont, sok mindent kaptunk. Kerekítve ez egy csak nem 1 millió forintos értékű csomag, ami a jövőben sokkal egyszerűbben, biztonságosabban teszi lehetővé a sürgős ellátást az osztály vagy a rendelő keretein kívül is. A Kozármislényi Rotary Klub elnöke azt mondja, a gyermekegészségügy támogatása a klub elsődleges célja, rendezvényeik bevételét csak nem teljes egészében erre fordítják. Az egyik tagunk hozta az ötletet, hogy hol tudnánk leghatékonyabban viszonylag szerény lehetőséghez képest segíteni, és ez egy nagyon jó ötlet, gondolom elmondta a szakember azt, hogy tényleg mi a jelentősége, mi is lakisként átlátjuk, és hát szeretnénk ezt folytatni a jövőben is, hogy a mi, tehát ismételt hangzom, viszonylag szerény lehetőséghez képest a lehető leghatékonyabban tudjuk azt a célt szolgálni, ami az alapcélunk, a humanitás, a segítség. Az átadón elhangzott a Kozármislényi Rotary Klub soron következő rendezvényére szeptember 22-én, illetve 23-án kerül sor Rotary Turist Tropi néven. Ennek lényege egy Baranya vármegyén átívelő családi autós ügyességi verseny, melynek teljes bevételét szintén a Pécsi Gyermekklinika számára ajánlja majd fel az Egyesület. Több mint 500 ukrajnai gyermek és kísérői kapcsolódhatnak ki a Fonyódligeti Erzsébet táborban. A programok mellett napi 5-szöri étkezést és egészségügyi ellátást is biztosítanak számukra. Az orosz-ukrán háború kitörése óta már közel 1000 ukrajnai fiatal pihenését, feltöltődését támogatta az Erzsébet Alapítvány. A tűzoltóság, a mentősök és a rendőrség munkájával is közelebbről megismerkedhettek a gyerekek a Fonyódligeti Erzsébet táborban. 400 ukrajnai fiatal és 100 már Magyarországon élő gyerek felhőtlen kikapcsolódását segít idén az Erzsébet Alapítvány. Mi Kárpátaljáról jöttünk, közel 10 órát utaztunk ide, de megérte. Nagyon szép minden, főleg a kilátás a Balatonra. Kaptunk ételt és ruhát, és nagyon szép helyen vagyunk. Jók a programok is, végre kicsit kapcsolódhatunk. Szeretnénk megköszönni, hogy itt lehetünk. A gyerekek és kísérőik 5 napot tölthetnek el Fonyódligeten. Sokuk háború sújtott a területről érkezett. У зв'язку з тим, яка склалась у нас в країні ситуація, ми не маємо доступу до водойм. Mi 5 különböző helyről jöttünk, Одеса egyes részein is voltak támadások, de valahol egyáltalán nem voltak. Ez a tábor nagyon jól jött most, tudunk kicsit pihenni, nincsen légriadó, nem kell állandó készenlétben lenni. Ez a hely pedig gyönyörű. A Fonyódligeti Erzsébet táborba az ukrajnai magyar főkonzulátus és az ukrán katonai parancsnokság, valamint a görög katolikus metropólia közreműködésével vehetnek részt a fiatalok. Az ukrán háború kitörésével fontosnak tartottuk, és a magyar kormány segítségével és az ukrán főkonzulátusnak az együttműködésével megszervezték azt, hogy belső Ukrajnából és Ukrajna minden területéről jöjjenek ide a Fonyódligetre, az Erzsébet táborba nyaralni gyerekek. Tavaly ezt 300 fővel kezdtük, idén most már 550-en vannak, és nagyon jó látni, hogy egy hétre tudunk nyújtani olyan kikapcsolódást, hogy jól érzik magukat, tényleg fel tudnak töltődni, és hogy beszélgettünk velük, illetve a kísérőkkel, az látszik, hogy tényleg egy kicsit talán megszeppenve érkeztek, de látva a környezetet és a hangulatot, a programokat, azt gondolom, hogy tényleg egy hét után nagyon sok élménnyel és feltöltődve tudnak hazamenni. A programokra ellátogatott Pál Norbert, orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos is. A politikus kiemelte, a kormány célja, hogy a háború mi hamarabb véget érjen, addig pedig Magyarország igyekszik minden segítséget megadni a menekülteknek. A háború kezdete óta több mint 1.180.000 menekülő személy lépte át a magyar-ukrán, illetve a magyar-román határt. Nagyjából 600 ezer személy fordult, vagy igényelt segítséget vagy a határmenti segítségpontokon, amik a mai napig üzemelnek, vagy a szeretett szolgálatoknál. Ezeknek fele
információs segítségnyújtás volt, viszont fele más módon materializálódott, szállás formájában, ellátás formájában, és a maga a menedékesek száma, akik menedékes igényt nyújtottak be, az 38 ezer és 36 ezer esetben született menedékes státusz megadó döntés, és a többi még folyamatban van. A programok mellett a napi ötszöri étkezés és az egészségügyi ellátás is biztosított a táborban a gyerekek és a kísérőik számára. A gyerekek sportolhatnak, továbbá hajókázás, strandolás, vízi és szárazföldi kalandpark, trambulinok, kutyabemutató és interaktív zenei foglalkozás is segíti a kikapcsolódásukat. Iskola őröket toborozza a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. Már közel 580 iskolaőr segíti a tanulók és a pedagógusok hétköznapjait országszerte. A rendszer jól működik olyannyira, hogy további iskolák jelezték az egyenruhások programba történő csatlakozási szándékukat. Az iskolaőrség prevenciós, azaz megelőző jelleggel működik. Céljuk a nevelési-oktatási intézményekben történő rendfenntartása tanítási időben. Jelentkezz iskolaőrnek! Így toboroznak a rendőrség szakemberei iskolaőröket. A már meglévő intézményekbe keresnek rátermett és naprakész embereket, akik a jelentkezési előírásoknak megfelelnek. A jelentkezésnek a feltétele roppant egyszerű, ugye cselekvőképesség, magyar belföldi lakóhely, magyar állampolgárság, 18. életévét be kell tölteni, ez fontos, tehát minimum korhatáról megszabályozva 18 év, felső korhatár nincs, és középfokú végzettséggel, ez nem egyenlő a középiskolával, tehát hogyha valakinek általános iskolai végzettsége van, és mellette van egy OK-s tanfolyama, ez is teljesen megfelel. A jelentkezés során előnyt jelenthet az előzetes tapasztalat rendvédelmi vagy nevelői téren. Az iskolaőr feladatkörébe tartozik a tanintézmények rendfenntartása oktatási idő alatt, hogy ne történhessen semmi szabálysértés vagy bűncselekmény. Baranya vármegyében 51 iskolában van jelen iskolaőr. Az őrök rendelkezhetnek különböző eszközökkel, ha a szóbeli figyelmeztetés és az őr jelenléte már nem elég a rendfenntartáshoz. Súlyosabb esetben ugye megfelelő kényszerítő eszközök is állnak a rendelkezésre. Leggyakoribb a testi kényszer, el kell mondanom, ebből se volt sok Baranya vármegyében az elmúlt 3 év során. Testi kényszernek minősül az is például, hogyha 2 gyermek már összeverekedett és össze vannak gabajodva, ha megfogja a kezénél fogva elhúzza, tehát már is testi kényszernek minősül. Ugye ez a legegyébként formája az iskolaőr intézkedésnek. Van gumibot, illetve könyvgázszóró, palack, illetve bilincs is van nálad, de ezek alkalmazására szinte nem került sor Baranya megyében egyáltalán. A jelentkezés során több teszten is meg kell felelni a leendő iskolaőröknek, többek között egészségügyi, fizikai és pszichológiai felmérésen. A felvételt nyert jelentkezők komplex képesítést kapnak, hogy a lehető legjobban teljesítsék munkájukat az intézményekben. Az iskolaőröknek bruttó 296.400 forintos fizetést és évi bruttó 200.000 forint kafetériát biztosítanak. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Tanszereosztás Tamásiban a református szeretetszolgálat adományozott a gyerekeknek. Jól haladnak a munkálatok, folyamatosan dolgoznak a szakemberek Szekszárd belvárosában. Duális képzés, számos előnye van az oktatási formának. Tápot loptak a lopott disznónak, 4 tonna takarmánnyal bukott le a páros. Szombat hajnalban többnyire gyengén felhős égbolt lesz jellemző, a reggeli órákban várhatóan mindenütt megszűnik a csapadék, napközben folytatódik a nagyrészt napos nyaraló idő. Vasárnap nagyon meleg idő kialakulása a legvalószínűbb, hétfőn változóan felhős, napos elszórtan záporokkal tarkított, mérsékelten meleg idő, keleten még hőség várható. Késő délutáni kevés számban elvétve éjszaka viszont már több felé lehet eső. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!